Sziasztok, köszöntök mindenkit, én Damira Dájd vagyok. Megérkezett a legújabb Z-Box meglepetés doboz a Zavitól. Ebben a videómban ezt fogom kibontani, és aztán megmutatom, hogy mi van benne. Tartsatok velem! A Z-Box meglepetés dobozokat a Zavitól tudjátok rendelni, havonta jelennek meg, és 20 fontba kerül darabja, de persze, hogyha nagyobb időintervallumra fizettek elő, akkor már is olcsóbb rajon ki havonta az ára. Ugye el lehet fizetni 3 hónapra is, 6 hónapra is, meg egy egész évre is akár. És a számláról automatikusan leveszik ugye minden hónapban az árát, és mindenféle olyan dolgok vannak benne, amiről nem tudjuk előre, hogy micsoda. Úgyhogy ezért ugye meglepetés doboz. És ugyan a... Hát elvileg ez a júniusi doboz, mert az ajánlat címke azt jelzi, viszont még a májusi nem érkezett meg. Nem tudom, hogy azzal mi van, de remélhetőleg majd lassacskán az is befut. Úgyhogy ez most itt elvileg a júniusi doboz. Úgyhogy akkor nézzünk is bele, hogy mi minden rejlik a júniusi dobozba. A júniusnak egyébként blockbuster volt a témája, és azt hiszem, hogy a Wonder Woman volt bejelentve hozzá, meg a Star Wars, meg talán a Harry Potter. Úgyhogy nézzük rögtön a legelsőt, ami a póló. És ez egy Wonder Woman póló. Egy fekete póló rajta, egy ilyen mintával, logóval, a hátulja az teljesen sima. És akkor persze belül ott van egy címke, meg bele is van írva, hogy Wonder Woman ide felülre. Hát eléggé szimpla, de mégis igazából egy teljesen jó póló lett szerintem. Úgyhogy egy Wonder Woman póló, és akkor igen, tehát igen, ez a júniusi doboz. Úgyhogy remélhetőleg tényleg a májusi majd megérkezik valamikor. Akkor a következő az egy Star Wars. Méghozzá azt írja, hogy ez egy nyaklánc. Tehát gondolom, hogy egy medál féleség lesz valószínűleg benne. Egy fekete doboz, ráírva, hogy Star Wars, bár eléggé halovány. Na, itt talán látni, és akkor nézzük. Jó, egy kis fekete zsák. Ugye a rejtés dobozon belül is még tovább már is teljesen rejti az egész. És azt mondja, hogy itt is van, igen, tehát egy lánc és rajta egy medál. Egy Star Wars. De már nézhetitek is közelebbről, hogy néz ki pontosan. Hát aki szereti ilyesmit hordani, meg szereti a Star Wars-t, annak igazából ez is jó lehet, érdekes lehet. No, hát akkor nézzük tovább. Azt mondja, hogy van még itt egy... még egy Star Wars doboz, mégpedig... Ha, ez egy kitűző lesz. Azt jelenti, hogy egy gyűjthető kitűző szett. És ez is ugye szépen, egy szép dobozban van benne lényegében, ugyanúgy, mint a medál volt. És ez volt rajta, ezt lehetett húzni. Mágneses az alja. És így néz ki. Igen. Szóval igen, tehát még a maga a doboz is teljesen normálisan megvan, hogy a csinálva, ki van alakítva, ki lehet belőle szedni magát a kitűzőt, amiről le lehet húzni ugye a hátuljáról ezeket a kis fekete gumidarabokat, és akkor ott van alatta a tű, két tű van a hátulján, és akkor így lehet ugye ezt felragasztani, vagy felszúrni ugye, ahova
szeretnénk. Na hát egy kaszkis Star Wars kitűző egy jópofa dobozzal együtt, aminek mágneses az alja. Úgyhogy már is két Star Wars és egy Wonder Woman, tehát elvileg még Harry Potternek is kéne benne lennie, de persze amiket bejelentenek, az nem feltétlenül lesz benne ténylegesen is. A következő a Harry Potter, és egyébként üres a doboz. Úgyhogy ez ennyi volt. És akkor azt mondja, hogy Harry Potter. Ez egy mágneses jegyzetfüzet, aminek meg van sérülve az eleje. Na, azt mondja, hogy ezt a külső papírt ezt le lehet oda szedni, ez rá van ragasztva, csak simán valami Cellux félével. És itt az eleje sajnos meg van sérülve. Igen, ez így nyílik ki, mágneses. És akkor ott vannak benne a papírok. Lényegében egy jegyzettömb. Ezeket ki is lehet bele, úgy hiszem, hogy ki lehet talán tépkedni rendesen, vagy könnyedén. És akkor persze lehet beleírni, meg mindenféle. És ez úgy van kialakítva, mint egy lepecsételt boríték. Kár, hogy meg van sérülve az eleje. Na hát akkor ez volna a júniusi Z-Box, egy Harry Potter jegyzett tömb, jegyzett füzet félesége, ami egy mágneses lepecsételt boríték féleségként néz ki. Aztán egy Star Wars nyaklánc, medál, Star Wars kitűző, valamint a Wonder Woman póló. Most már jó ideje négy dolgot tesznek csak az e-boxban minden hónapban. Egy póló, meg három másik dolog, amiből az egyik nagyobb, értékesebb, a másik kettő meg kisebb. Itt mondjuk talán egyiket sem mondanám jóval értékesebbnek, mint a többit, de igazából egy teljesen klassz kis doboz volt. Úgyhogy ez volt a Blockbuster doboz, a Zavito, a Z-Box Blockbuster doboz, és akkor a májusi, aminek Waves, vagyis hullámok volt a témája, az remélhetőleg majd valamikor megérkezik. Ahhoz a cápa volt bejelentve, illetve az Aquaman. Azt egyébként vártam is a cápa miatt, de hát remélhetőleg majd megjön idővel. Nos, akkor ez volna a júniusi Z-Box. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren, Instagramon. És hogyha szeretnétek valamit kérdezni, vagy hogyha megírnátok a véleményeteket, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!